Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és itt a Let's Play sorozatunk 248. része lesz. A mai videóban egy olyan blokkal fogunk építeni, ami rendkívül, hát, értékes, ritka. Hogyha ezt meglátja az ember, akkor azt gondolja, hogy na ez egy profi játékos. És az a blokk, ez pedig nem más, mint mély kaptár. Jó, mondjuk, nem tudom, biztos azt gondoltatok, hogy gyémánttal építek, és fogunk is gyémánttal építeni, de mélykaptárból az a kettő darab van összesen nekem, szóval abból kéne még farmolni. Mélykaptár az jelenleg sokkal értékesebb számomra, mint egyes más blokkok. Amúgy nem gondoltatok volna, hogy a mélykaptár ez egy jó építőanyag, egy tök jó néz ki, mint hogy arany lenne. Megnézzétek itt a tetej, az olyan, mint hogy aranyblokka menne át igazából maga a mélykaptár, nagyon királyul néz ki, és én azt gondolom, már jutottunk odaig a Let's Play, hogy használjunk ilyen értékesebb blokkokat. Pedig a gyémántblokkból amúgy van rengeteg. Ha valaki meglátja azt, hogy itt 3 stack és 21 gyémánt blokkom van, valószínűleg nem nagyon hinné el, hogy ezt nem cheateltem be, de amúgy fent van a YouTube-on. Csináltam vagy 5 darab full bányászós live-ot. Aki esetleg szeretné nézni olyan 16 órán keresztül, hogy bányászok, akkor azt megnézheti nyugodtan, és akkor ott a bizonyíték rá, én nem akarok itt semmit se becsalni. Jó kérdés, ugyan hogyan farmolunk mély kaptárt, az csak nem csak generálja a világ random? Nem. Ha mezőbájomra leteszünk, hát így virágokat és mögéjük szeplinget, akkor van rá egy kis esély, hogy olyan 5% esély, hogy mély kaptárral fog megnőni maga a fa, és így lehet farmolni párat. Igazából rengetegre lesz szükségünk, szóval azért ez sok idő lesz így, de hát most nem baj, akkor mély kaptárt farmolunk ebben a résznek az elején. Körülbelül 2 óra farmolással később sikerült összednem egyetlen egy Shulker boxnyit. Na ezt mondom, ennyi idő alatt én szerintem több gyémánt blokkot szednék össze, mint mély kaptárt. Szóval higgyetek el, ez egy értékes blokk, és hogyha flexelni akarunk, akkor ezből kell építenünk. Az biztos, hogy nem lesz elég, de nem baj, majd később még farmolunk, ez elég lesz a kezdésnek. Illetve hogy van egy csomó nyírfám is, ami amúgy tök jól jöhet, hogyha esetleg akarok abból is építeni. Idáig mindig tölgyből építettem, most már lehet. Ránk férne egy kis változatosság, esetleg más blokkokat használni, pont ezért farmoltunk az előző részben sötét tölgyet. És akkor most szerintem itt az idő, hogy lefektessük ennek a szobának az alapjait. Jó, biztos majd felfele kell lásni, de elején szerintem inkább megépítem itt a keretet a Dark Oak fák használatával, aztán majd, hogyha szükséges, feljebb ásunk. Mekkora flex már az a gyémánt blokkot felül? Igen, azért teljes textúráját nem mutatjuk, mert azért ez kicsit túl sok lenne, mert szerintem nem tudom, hogy a gyémánt nagyon-nagyon kitűnne, és jó, hogy egy trapdoorral lefedjük, azért így is látszódik, hogy mi van ott. És az a blokk, amivel én itt szívesen kitölteném itt a padlót, az nem más igazából, mint a barna gomba, mivel, hogyha belegondolunk, barna gomba az egy olyan blokk, amit nem nagyon használnak az emberek, viszont nézzétek meg, ilyen tök jó textúrája van, tökre ilyen világos barnás, szerintem tök jól illik ezzel a fával, szóval ebből lesz a padló, viszont ennyi az összes barna gombánk, ami maradt, szóval most farmolnunk kell. Vagy várjál, már mégis van még egy csomó barna gombám. Jó, mindegy, nem tudom, azért farmolok még egy kicsit, mert nem tudom, biztosan fogok még ezzel építeni többet, szóval megnézzük, hogy amúgy ezt pontosan hogyan tudom farmolni, azt tudom, hogy ez föld alatt kell, vagy valahol, ahol árnyékban van maga a gomba. És ahogy nézem, itt ez például ez tökéletes erre, mivel ott így nem tudom, fölöttünk ott pont el van takarva, és akkor nézzük meg, hogy ez így megnő vajon? Vagy... Igen, ez így megnő. És akkor jó, mit tudom én, akkor itt fogok farmolni néhány barna gombát. Nem TNT-vel ugyan, csak simán nem tudom, hogyha van itt egy ilyen helyem, akkor miért ne farmolnám itt. Ebből 30 valamennyi gombából ilyen mennyiségű gombablokk lett, szóval ez egy eléggé könnyen farmolható blokk, ami jó hír, de azért majd szeretnék egyszer egy farmot csinálni belőle ilyen. Hát nem, ezt nem lett TNT-vel, mert ez Silk Touch kell ahhoz, hogy ezt tudjuk farmolni, mondjuk valami, ami így megkönnyíti, hogy ezt farmoljuk. Ami meg még kellhet, az kőtégla, ami nem is kőtégla, hanem sima tégla, igen, nagyon-nagyon ritkán használnak az emberek téglát, viszont egy nagyon jó blokk, higgyétek el nekem, én fogok használni. Hát nem tudom, reméljük azért elég lesz ez a pár stack, amit van nekem. De az a baj, hogy ezek a Stone Masonok meg egyszer nem akarnak soha risztokkolni, miért nem vagytok hajlandóak? Valami nem jó ezzel a falusi kereskedő rendszerem, mert ezek a Stone Masonok tényleg soha nem akarnak itt nekem bármit is eladni. Ezek se akarnak risztokkolni, vagy de? De ezek risztokkoltak, jó? Akkor csak azok, akik nem akarnak meg, ezek mi hogy változtak random zombikán? Én úristen, nem értem ezt a rendszert, pedig ez olyan jól működött régen. Lehet, hogy kellenének új Stone Masonok, és akkor mondjuk lenne megint tégla kereskedési lehetőségem, vagy valamit, ami így külön erre szakosodott részleg, vagy nem tudom, de ez így nem lesz jó, mert kőtégla az nagyon kell, meg igazából minden, amit a Stone Masonok árulnak, az nagyon kell. Amúgy azért látható, hogy ez a terem itt azért elég sötét, és van erre egy trükköm. Egy nagyon jó trükköm, amit meg tudok oldani, hogy ne nagyon látszódjon semmilyen fényforrás, mégis jól nézzen ki, és azt fogjuk alkalmazni, ezt majd meglátjátok.
Na, ez így már kezd alakulni. Igen, így a barna gomba ez tényleg nagyon jól működik itt oldalt. Még nem csinálta meg a világítás, viszont a középső rész már teljes mértékben kész van. Itt alul korallok lesznek majd, meg mindenféle ilyen vízi cucc, amivel ki lehet itt dekorálni egy ilyen vízi területet. És nem tudom, hogy miért nem használtam idáig ezt a hihetetlen király dizájnt, ezt a lehántott kérgű oakwoodot és ezt a mélykaptárt, mint a fából készült mélykaptárt. Mert ez valami borzasztó jól néz ki, ilyen, mint hogyha ilyen fából lenni, így összetákolva egy ilyen híd, nagyon király, nagyon egyszerűen olyan szinten jól néz ki valami, nekem nagyon tetszik. Ja, mondjuk nem tudom, hogy nektek tetszik-e, de én nekem nagyon tetszik, illetve itt oldalt alkalmaztam ilyen lehántolt kérgű nyírfát, és akkor ilyen trópusias törzsnek néz ki itt oldalról. Meg itt majd nőnek a bambuszok, amiket majd megállítok útközben ilyen random magasságoknak, körülbelül idáig érjenek, mint az, ezt már meg is állítottam egy pókhálóval, ami megállítja a bambuszt a továbbnövést, viszont nem látszódik, szóval tök király. Egy jó tanácsom úgy nektek, hogy például ez egy nagyon-nagyon nagy és sík szoba volt, hogy egy nagy szobátok van, akkor azt mindenképpen valamivel mélyítsétek, vagy magasítsátok bizonyos helyeken. Itt is például lemélyítettem, és megtörtem ezt a síkságot, mert nem fog jól kinézni, hogy ilyen egy síkú az egész. Azt, hogy itt a hídon milyen világítás legyen, azt még majd valahogy megoldom. Én azt terveztem, hogy nem lenne rossz, hogy belúgnának ide valamilyen ilyen dolgok, esetleg valamilyen ilyen netherite-os, ilyen felvonó cucc, és akkor az is tudnánk flexelni, mit tudom én, itt lejön egy ilyen kis felvonó, és akkor rajta van néhány netherite blokk, az mondjuk nagyon jól néz ki, ha bár nincs netherite blokkom, de majd mit tudom, hogy csinálok egy netherite bányászós live-ot, és akkor azzal is tudunk majd így flexelni ebbe a szobába. Igen, ide ilyen értékes dolgokat szeretnék csak így jól kinézően, így berejteni például azokat a gyémántokat ott, meg a mélykaptár is egy elég értékes dolog, hát nincs belőle túl sok nekem. Mellé még elég nehéz is szerezni őket, igen, meg amúgy ezekből ki kéne engedni a mélyeket, az nem tudom, hogy vitelezem ki. De itt az idő, hogy folytassuk az építést, viszont most felfele fogunk terjeszkedni. Már kezdünk alakulni, viszont nem ez lesz a végleges kinézetünk. Itt középen nem szeretnék még kaptárt, mert kicsit ilyen túl soknak gondolom, hogy így minden sorban ott van, viszont amúgy nézzétek, milyen király textúrája van. Nem tudom, szerintem ez egy olyan blokk, amit így alul értékelnek az emberek, hogy milyen jól néz ki, hát alulra is nem tudom, egyszerűen nem tudom, hogy ránéz, és így az jön le, hogy ez egy ilyen értékes blokk valahogy. Nem tudom, legalábbis nekem ez jön le. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy a gyémánttal mit kezdjük. Az volt az egyik tippem, hogy hagyjuk így szabadon, vagy hagyjuk így trapdoorosan, vagy nem tudom, még az, arra gondoltam, hogy tegyük rá indát. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen agresszívebb kinézet, viszont maga a zöld szín, az nagyon jól passzol a többi növényhez, és igen, ez nagyon furcsa, nagyon kitűnik, de amúgy tetszik nekem igazából. Nem tudom, tanástalan vagyok emiatt, hogyha ti azt gondoljátok, hogy legyen ez, akkor kommenteljétek azt, hogy hashtag gyémánt a sima gyémántos verzióhoz. Ha szeretnétek az indásot, akkor kommenteljétek azt, hogy hashtag inda, csak ennyit a komment szekcióban, és hogyha simán a trapdoorosat, akkor csak annyit, hogy hashtag trapdoor. Ezeket kommenteljetek, és nagyon fogom olvasni a komment szekciót, hogy most kinek mi tetszik, mert én most nem tudom, ez kicsit így feldobnám a labdát, hogy most ezt ki hogy gondolja. Itt az oszlopoknál komposztert alkalmaztam, és hogyha megnéztek, van mögöttük, mindegyik mögött van egy-egy fákja, és ez azért nagyon jó, mert a komposzter az egy olyan blokk, amin áthatnak amúgy a fények, és így egészen rejtett módon, hogyha csak ezek a fákják itt vannak, ezeken a sarkokon, azok is le lesznek majd cserélve, de azt majd később megmondom, hogy mire, akkor így pont minden 8-as light level fölött van, mivel egy-két blokk az pont 8-as, de hogy nem spamol így be semmi, ami nagyon király szerintem. És kiszámoltam, hogy mennyi mélykaptár kell, egyről 27 darabunk van, és hogyha nem teszek középre, akkor összesen pont 64 darab kell majd, ami azt jelenti, hogy 37-et kell még farmolni, szóval még egy ilyen farmolási szekció kell majd ehhez, ami hihetetlen sok idő. Úristen, ez a mélykaptár, ez tényleg egy értékes blokk, és tényleg egy nagy flex, hogy ennyit ide tettem belőle. Szóval akkor farmolnom kell még majd egy csomó mélykaptárt, illetve szükségem lesz egy nagyon meglepő blokkra, amit lehet, hogy nem igazán gondoltatok volna, hogy én valaha fogok ilyesmit csinálni. A pink színből csinálunk terrakotta blokkokat, és ebből csinálunk glazed terrakotta blokkot. Ez egy olyan blokk, amit szerintem én életemben nem használtam semmilyen építésre. Nagyon jogos kérdés, hogy ezt mire tudnám vajon felhasználni, ezt a textúrát. Hát mindegy, majd meglátjátok, most akkor szerintem farmolok egy csomó mélykaptárt, ami 37 darab, de az is nagyon-nagyon sok, mert annyit kifarmolni nagyon sok idő lesz. Illetve akkor befejezem ezt a szobát. Megcsináltam a tetejét, és láthatjátok, hogy egy ilyen lelógó zöld dizájnt csináltam, és a terrakottát arra használtam fel, hogy ilyen kis virágokat csináljak, amik így minél
lentebb vannak, annál jobban ki vannak nyilván, ami ott bent van, az csak úgy simán így még nincsenek is szírmai, annak, hogy így be vannak csukódva még a szírmai, és annak pedig már ki is nyíltak. Ez egy nagyon-nagyon szép dizájn, szerintem hihetetlen jól néz ki, hogy ilyen kis virágok lógnak le a plafonról. Ezt Itónál láttam, szerintem borzasztó jó. Mondjuk magának a szobának is a dizájnját azt így tőle pirálódtam, mert pont nem pont így építettem meg, de hasonlóan, és ez nekem nagyon tetszett. Viszont az, hogy ide fentre mit csináljak, azt még egyelőre nem sikerült megszenvednem, nagyon sokfélét ott kipróbáltam, nem működött egyik sem, viszont vannak azért még terveim, ezt majd valahogy megoldom. Mélykaptárok tekintetében be vagyunk fejezve, elég sokat kellett farmolnom, sőt véletlenül többet farmoltam 8 darabban, mert valahogy elszámoltam, nem is 64 darab kellett, hanem kevesebb, ami tök jó. Hát igen, bővítettem is itt a mélykaptár farmomat, mert nem volt elég az előző méretű, egy ilyen ekkorát kellett, de lehet, hogyha még ezt megváltoztatom, akkor még majd lehet megint le kell nyírnom ezt a rengeteg fát innen, és akkor újra farmolni egy csomó mélykaptár. Ebből a szobából viszont már csak egy-két dolog van hátra, méghozzá ide egy-két világítás, arra is van egy ötletem, illetve ide a vízbe egy kis dekoráció. Hát ide lentre korallokat kéne tenni, meg esetleg egy-két virágot, meg növényt, ami innen kilóg, illetve ide is kéne majd valami fényforrás, amivel így be tudjuk majd világítani a stéget magát, mivel azért itt is csak egy-két darab fákja van. Fákja az egy nagyon csúnya blokk amúgy már, mint ilyen kis lerakható fényforrás. Szerintem nagyon-nagyon jó, hogy 1.17-től beteszik a gyertyákat, mert nagyon szép maga a gyertya, nagyon szépen fogunk tudni velük világítani, illetve itt lent is amúgy lámpásokat használtam, azok is sokkal szebbek. Amúgy sokan írtátok, hogy 1.17-ben nem fogom tudni megnyitni ezt a Let's Play világot, és amúgy lehet, hogy igazatok van, de az még nem fix, szóval még lehet, hogy megváltoztatják, és remélem nem kell új Let's Play-t csinálnunk, mivel ez, hát ebben már szívem, lelkem benne van ebben a mobba, ezt nem akarom újra kezdeni. A víz alatti dekorálás szerintem egy kis bónmillezéssel meg is kezdhetjük, itt valami kis fű ide kinő, és akkor hozhatjuk is a korallokat. Csak most nézem, hogy milyen sokféle korall van ebben a játékban, én nem is tudtam, hogy ennyi féle van, mindegy, én legalább egyet szeretnék mindegyikből lehelyezni, hogy vázatos legyen. Hát letettem ide jó sok korallt, illetve tengeri uborkákat is alkalmaztam egy kis fénynek, hogy azért látszódjon, hogy ide lent van valami jó kis növényvilág. Annak érdekében, hogy ez a híd is ki legyen világítva, letettem kettő ilyen kis campfire-ös cuccot, amikor nagyon jól néznek ki szerintem, Itónál láttam ezek itt is, viszont annyi a gond, hogy itt pont van egy-két darab hetes light levelű blokk, szóval nem tudom, szerintem leteszek ide egy lámpás, talán az jól néz neki. Szerintem, hogyha igen, ezt ide leteszem, és így már ki is van világítva az egész, és amúgy szerintem nem is néz ki rosszul. Jó, mondjuk jobb lett volna a lámpás nélkül, de így is szerintem tök király. Így annyira jó ilyen dzsungeles érzést nyújt nekem ez az egész szoba, és pontosan ez voltam ugye ezzel a célom. Emiatt azt terveztem, hogy oda is még több kis növényt kéne betenni, egy kicsit megtörjük ezt a beehive-os dolgot, vagy ott is az lenne, az ilyen monoton lenne szerintem már túlságosan. Ez így szerintem jól néz ki, kis lelógó, kis növényzet, egy kis dzsungelfát is behoztam ide trapdoorokkal, meg ott egy kis kerítést, azzal lelóg még egy kis lámpa, és megépítettem ide is, meg ide is. Szerintem ez a szoba, ez tulajdonképpen már készen is van, nagyon-nagyon sokféle dizájnt belevittem, és szerintem amúgy egész jó lett, a gyémánt blogban még nem vagyok biztos. Azt írjátok le, hogy ti mit gondoltok, viszont ezt itt hát meg kéne ugyanolyanra csinálni, mint itt a többi helyen van. És szerintem el is készültünk. Igen, itt is megcsináltam ugyanolyan, nem tettem trapdoort, majd meglátjuk, hogy akkor melyik dizájn lesz majd a végleges, de szerintem hihetetlen jól néz ki a szoba. Habár nem tudom, hogyha valamit még változtatnátok rajta, akkor ezt nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, mert biztosan, hogy ezt is lehetne még szebbre megcsinálni. Én azt gondolom, hogy ez a videó, ez így végül is ennyi lenne. Én ennyit terveztem, ezt a szobát szerettem volna befejezni. Ezt a videót megcsinálni olyan 12 óra volt, szóval, hogyha tudtok dobni erre a videóra egy lájkot, azt nagyon meg tudom köszönni igazából, mert amúgy szívesen videózok, csak tényleg igazából ez nektek egy kattintás, és sokat tudtok vele segíteni, szóval azt nagyon megköszönöm. Hamarosan jövünk a következő résszel, ami hát egy olyan projektet fog igénybe venni, ami van nekünk ugyan, de nem igazán működik rendesen, szóval nagyon hasznos lesz a következő rész is. Én Kaktusz voltam, hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is sziasztok!